Üdvözletem, Necrocrim vagyok, és jön egy újabb Call of Duty Ghost Multiplayer. Amint láthatjátok, ugye biztos láttátok ti is a showt, aki nem, hát íme itt van, ott játszottak egy élő meccset Cranked című játékban. Annyit tesz, lelősz valakit, 30 másodperces visszaszámláló elindul, az alatt ölnöd kell valakit, hogy életben maradj, mert ha nem felrobbansz. De ha megölsz valakit, akkor folyamatosan nyersz egy perket, gyorsabb leszel, jobban célzol, jobban fut, stb. Hogy megkönnyítsék azt, hogy ellenfele találja. Ez a játék maga elég pörgősnek látszik, de ahogy néztem a pályaszerkezeteket a bemutató során, talán nem lett annyira árkádos, mint a Black Ops, végülis a Treyarch kezen is benne, mint utólag kiderült, hál' Istennek, annak örülök, hogy nem lett annyira Black Ops-os ez a... Remélhetőleg nem lett annyira Black Ops-os. Új killstreak-ek, ugye arról már beszéltem az előző videóban, persze arról nem, hogy lesz egy újfajta nuke, szép pirosra fest a képernyőt és meghal az ellenfél összes csapata. Szóval az ellenfél összes embere meghal, és biztos sok kill kell majd hozzá, de alig várom. Squad modról már meséltem ugye, hogy a saját csapatodat megméreteted más csapatokkal, és egy kicsit beszéljünk a pálya rombolhatóságáról. Mi magunk irányítjuk az egészet, szóval hogyha a játékos rombolja a pályát, akkor rombolja, ha nem, akkor nem. De a falba lyukakat lehet robbantani, új fedezéket lehet létrehozni, és vannak pályák, amiket teljesen lehet rombolni. És nem tudom, lemaradtatok-e róla, vagy feltűnt, van a pályákon elrejtve egy kerpek így, úgyhogy azt is meg lehet tölni, meg lehet keresni, és aztán meglepetés valami lesz benne, de nekem van egy olyan érzésem, hogy a nuke lesz ebben az egészben. Szóval ennyit a pálya rombolhatóságról, biztosan jól fog kinézni. Azért meg kell hagyni szép ez az új Call of Duty, az új hangrendszer is, arról is beszéltek a show-n, elég jónak látszik, ahogy tényleg valós időben felismeri a hangokat, a golyómozgás, golyóbecsapódást, fegyverhangokat, stb. Szóval ideje volt már, hogy tényleg valami jó hangja lenne a fegyverek, nem a Black Ops 2 szögbe lövő fegyverhangoktól már a tököm ki volt. Izgalmasnak látszik, azt kell, hogy mondjam, megfogott. Engem speciál megfogott, mint mondtam, amúgy is megfogom venni, mint az utolsó Call of Duty-t most már, de erre még beruházok, azt kell mondjam, remélhetőleg tényleg elég izgalmas lesz ahhoz, hogy én speciál kitartsak mellettem, most már azért 10 éve játszom Call of Duty-val, és tényleg már mindent láttam, azt hiszem, amit tudnak, de ez az újítás, ez megfogott, ez a Squad vs Squad, hogy a saját csapatomat megméretetem valaki más csapatával, és ugye a féle klánháborút lehet ezzel csinálni, ami szerintem kurva jó, és az az igazság, hogy nagy függőséget is okozhat, ha valaki nem vigyáz. Következő dolog a mozgások, ugye behozták a térdembe csúszást, a különböző fedezékeken való átugrálást, és amit néztétek a videót, vagy aki látta, ez elég szép, folyamatos mozgás lesz, bár a Call of Duty-nél sosem volt ezzel panasz, hogy netán robotos lenne valami a mozgása, vagy ugye a becsúszás a Crysis-ban is egy kicsit tán furán néz ki, jól néz ki, csak kicsit tán furán. Battlefield-ben, mikor átugrunk egy fedezéket, hát az eléggé furcsa, azt kell, hogy mondjam, de jól néz ki persze, de itt a kódban szép folyamatosra oldották meg a kihajlás, a fedezékek mögött teljesen automatikus, nem kell gombot nyomni, és ez a három mozgás kombináció lett újítva, vagy új teljesen, ugye, mint a Call of Duty-ban nem megszokott, és elég jónak tűnek, tehát szép folyamatos mozgások, nem akadályoznak a lövésben, és elég jónak látszik. Szóval nagyjából ennyi lett volna, hogy a kis multiplayer gameplay. Azt hiszem, nagyjából minden információt elmondtam, amit szerettetek volna hallani. Ha van kérdésetek, amiről esetleg én nem említettem, akkor arról csinálunk egy újabb videót, és elmagyarázom, ha van valami, amit nem értettetek a showból, mert ugye angolul volt, akkor azt szívesen lefordítom, mert hogy megvan, és rakunk föl rá videót, és hát tárgyaljuk ki ezt a témát, hogy ki, hogy áll a Call of Duty Ghosthoz, kinek hogy tetszettek a pályák, hogy tetszett a multiplayer gameplay. A multiplayer gameplay természetesen azért, hát megy a maga útján, és hát lőni kell, menni kell, ez a megszokott Call of Duty varázs jön. Amint láttátok, azért új UAV, fegyverek jól néznek ki, szóval elég
okosan, szépen meg van csinálva, biztosan benne, hogy a szokásos Call of Duty hangulatot fogja hozni. Ez az egy újítás engem nagyon megfogott, a különböző játékmódok gondolom meg lesznek, ez a Cranked és a Search and Rescue lesz az új játékmódok, amikre azt mondjuk, hogy újak, de valójában nem akkora újítás, csak egy kicsit pofozgattak ezen azon. Na de hát meglátjuk, nagyon kíváncsiak a ti véleményetekre, írjátok le, beszéljük meg, tárgyaljuk ki hogy látta, kinek hogy tetszik, és hát akinek van véleménye a Battlefieldhez képest netán, hogy fog kinézni a dolog, azt azért még meghallgatnám. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!